hiszem, hogy Magyarországon nincs elfoglaltabb ember néhány nappal az olimpia után az olimpiai bajnokoknál, úgyhogy különös megtiszteltetés, hogy Lőrinc Tamás útba ejtett bennünket, és meglátogatta a nemzeti sportot, amit ezúttal is köszönünk. Ahogy Zsiga már mondta, te vagy az első olimpiai bajnok Tokióból, akit személyesen itt köszönhetünk. És akkor én át is adom neki a szót, mert nem csak főszerkesztő helyettes, hanem volt birkozó és birkozó szakértő is. 15 év alatt 15 világversenyes érem, azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy minden időt legjobb magadnak az elnökést ebben a helyzetben. Ezt kell mondanom, mert elnökszer, meg le is írtam már, így van. Nem is szaporítanám a szót, Attilát megkérem, hogy gyakorlatilag azt a címlapot, sajnos ott elég sok aranyérmet nyertünk meg egyébként, mert nem vagy egyedül a címlapon. Nagyon szépen köszönöm, és csak annyit tényleg itt már néhányatoknak mondtam, vagy nem tudom, kitegezhetek itt, nem elnézést, de mindenki kicsit egyszerűbb nekem így, hogy szeretném a többiek nevén is, hogy biztos jönnek utána még mások, hogy megköszönni a munkátokat, mert nagyon jó volt látni, visszaolvasni nekem is, hát még a sok embernek is, és azért látnak, meg azért ismernek meg azért gratulálok ennyi, mert átlak eljutott minél több emberhez ez a szép siker, úgyhogy én is szeretném megköszönni nektek a munkátokat, köszönjük szépen a magyar csapat. Ajde, jó, szuper, köszönöm szépen. És akkor ez az úgynevezett címlap sztori, ami aznap, amikor